Krisztusban testvéreim, amikor a családot valami hallatlan nagy öröm éri, például egy egészséges, gyönyörű kis gyermek születése, akkor a család elfelejti a gondjait. Például az, hogy idegenbe élnek, idegen országban nem tudják a nyelvet, esetleg, hogy ellenségesen viszonyulnak hozzájuk, az, hogy szegények, az, hogy problémákkal küszködnek. Ilyen most Krisztus egyháza Húsvét nyolcadában. 8 napon keresztül minden áldott nap glóriát énekeltünk, tömjén füstös, allelujás zsolozsmákat végeztünk, és a templomunk földíszítve áll. Az öröm túl nagy ahhoz, hogy a nehézségekre figyeljünk ezen a héten, ami elmúlt. Ez az öröm transzcendens öröm. A teológia ezzel a latin szóval jellemzi Istent. Transzcédo, átlépek, az, hogy Isten azért mindig más, mint aminek mi el tudjuk gondolni. Végtelen. És az az öröm, amelyet közöl velünk, amikor Szent Fiát a mi testünkben dicsőségre támasztja, az minden emberi örömet felülmúl, szinte nem is öröm, hanem azt lehetne mondani valami örök, elpusztíthatatlan békesség. És ehhez a békességhez, örömhez nem mérhetők a gondok. Milyen gondok? Hát a politikai, gazdasági gondok. Morális, erkölcsi gyengeségeink. Esetleg betegségek. Érzelmi megpróbáltatások. A családban levő megoldhatatlan helyzetek. Testvérek, a húsvéti örvendezés egy megértésből fakad. Persze egy mélyebb megértéshez, amihez nem ész kell, hanem inkább értelem. Az ész a fizikához, meg a matekhoz kell. Ez értelem, intellektus. A Biblia azt mondaná, hogy szív kell hozzá. Mit értett meg az apostoli testület, és mit ért meg a hívő ezekben a napokban? Az, hogy Jézus él, és többé már nem hal meg. Testvérek, ez a 11 egyszerű halászember hogy tud ilyen zseniálisan fogalmazni? Él, de már nem hal meg. És honnét tudják, hogy nem hal meg? Ez abszolút biztos. Nem jött úgy vissza, mint Lázár. Tehát van a mi emberi testünknek egy új formája. Megértették, hogy Jézusban Isten belépett a történelembe, emberré lett. Megértették a kereszt halálát, hogy az nem csak egy gyalázatos kivégzés volt, hanem az összes emberi bűnnek a megbocsátása. Megértették, hogy a halálból való föltámadás az a mi jövőnk. Látták a jövőt. Hogy a Jézus köré gyűlt közösség, a Szentegyház, akármilyen gyatra emberekből áll, Isten hatalmas műve, amelyben jelen van Jézus. Persze ezt nem teológiai előadásokon, szillogizmusok, tehát következtetések által értették meg, hanem valami örvendetes, gyönyörű tapasztalatban, úgy, ahogy a kisgyerek megért dolgokat, például. Jön felé egy idegen, és az az idegennek az arcán szeretet van. A gyerek megérti, hogy ez jó néni, ez jó bácsi, és ez szeret engem. Vagy ahogy látja édesapja arcát, akit fölbosszantott, hogy elárad rajta szeretet. Megérti, hogy megbocsátott. Az apostolok így értették meg azt, amit most értelmileg alig tudunk felsorolni. Az egész történelem kevés lesz ahhoz, hogy dogmatikailag, értelmileg megfogalmazzuk azt, amit már értünk boldogan. Igen, ezzel csak azt akartam mondani, hogy a húsvéti újjongás, amely kötelező, olyan értelemben kötelező, hogy megértettünk valamit, nem az érzelmektől függ. Nem ócska érzelmi örömködés, nem öngerjesztéses vallási újjongás, mert sokszor látunk még a katolikus egyházban is,
hanem egy megértésből előrobbanó, hallatlan, elpusztíthatatlan öröm. A húsvéti megjelenésekről beszámoló evangéliumi részletek, például a mai is, nagyon sokszor említi az értelmet. Például, hogy akkor megnyitotta értelmüket. Vagy eddig még nem értették meg, hogy a halálból fel kell támadniuk. És itt az emberi értelem hódol meg valami, azt mondhatnám, hogy elsőre elfogadhatatlan nagy boldogság előtt. A kis boldogságokat azt hamar el tudjuk fogadni. Az, hogy valaki nyert a lotton 200 forintot, tehát azt nem nézi meg újra, megy és felveszi. De az, hogy 30 milliót, azt már többször megnézi. Testvérek, de az, hogy amiről a vallások nem álmodtak, hogy Isten emberként él közöttünk. Ezt alig lehet elfogadni. De amikor elfogadjuk, akkor jelenik meg az az öröm, ami húsvétkor eltöltötte az apostolokat. Ha olvassátok a húsvéti jeleneteket, itt mindenki fut. Szaladtak a sírhoz, utána az asszonyok az apostolokhoz, az öreg Péter éppen úgy futott, mint a fiatal János. Ha az angyalok néznék itt, vagy nézték ezt a földet, akkor ezek a kis hangyák, ezek az emberekkel mi történt? Isten leszállt közénk. Persze, húsvét másnapján, vagy pontosan pünkösd másnapján már tornyosulnak a viharfelhők az égen. Nem sokára Jakab apostolt kivégzik, Szent Istvánt megkövezik. Ez az újjongó egyház egy ellenséges világba találja magát, az örömével. Brutális kivégzések következnek. Majd a római birodalom először még nem tudja, hogy mit üldöz. A Néró előtti üldözések inkább egy zsidó szektát üldöznek. Ezért, ahol a zsidókat tényleg üldözik, ott miránk is sor kerül, megfordítva is. Jáki Szaniszló atya nagyon szépen mondja, de ha elgondolkodnának, akkor igen többet nem mutatnának a tévébe, hogy megismételtem, hogy az Egyesült Államokban egyetlen szalonképes antiszemitizmus van, ami meg van engedve, a katolikusok gyűlölése, akik az Ószövetséget is elfogadjuk, akik mi Jézusban tudjuk, hogy az Izraelben született. Ez a két nép összetartozik, a hívő nép. Néróék így tették. Majd aztán észrevették, hogy ez a kereszténység, ez veszélyesebb fajta. Mert az, hogy az Olimpuszon laknak az istenek, meg néha kirándulnak a földre, az hagyjám. Tehát, hogy Isten emberré lett? Hát akkor mindenbe beleszól. Akkor nem csak a császár az úr. És megkezdődnek a sajátos keresztény üldözések, amely 200 évig tartanak körülbelül. Domitianus alatt véres üldözések vannak már, ekkor írja Szent János a jelenések könyvét, amelynek bevezetőit az imént hallottátok. Ez az apostol, aki ott állt az Úr keresztje alatt, aki látta a lepleket és hitt, aki 40 napig tanúja volt Jézus megjelenéseinek, aki később a szűzanyával együtt Efezusba költözött, és ott egy apostoli közösséget alapított, most számüzet és szenved. Én János, testvéretek Jézus Krisztusban, az üldöztetésben, a királyságban és az álhatatosságban, Patmosz szigetén voltam az Isten igéje és Jézus tanúsága miatt. Tudnék, üldözték. És akkor kapja ezt a kinyilatkoztatást, amely csírájába benne van a húsvétba. És megírja a vigasztalások könyvét. Testvérek, annyira félre lehet olvasni jelenések könyvét, abban csupa rémségeket olvasnak ki egyesek, pont a fordítottja az igaz. Ez a történelem rémes. Ez a történelem véres. Ezért van olyan sok rémséges dolog
a Jelenések könyvébe. De a vigasztalás az, hogy ne féljetek, mert Krisztus győzni fog. Miért fog győzni? Mert már győzött a halálon. Testvérek, először ez a választott apostol szembesül azzal, ami a történelem folyamán meg-meg ismétlődik, amerről a mi úrunk azt mondja, ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Testvérek, ebben a században még lehet egy véres keresztény üldözés, ne legyünk naívak. Melyikben nem volt az utóbbi századokban? Abba az úgynevezett dicsőséges fölvilágosodás korszakába, mint az állatokat úgy vágták le a karmelita szerzeteseket, ahogy jöttek ki a kapun, ott az Institut Katoliknak az épületében mutatták ezt be, meg a compiègni karmelita nővéreket, és annyi civil férfit és nőt az ész istennőjének a nevébe. És miért a 19. század szekularizmusával, és miért Hitler és Stalinnak a keresztény üldözésével is. Igen, a húsvéti öröm, húsvéti megértésből fakadó öröm most szembesül a sötétség hatalmával. És a zsoltárok kioktatnak bennünket. Mi szeretnénk jók lenni, és ezért nem értjük meg azt, hogy van egy ingyenes gonoszság, a sötétség hatalma sátán, és hogy vannak, akik eladták a lelküket nekik. Csak úgy, hogy számukra ez a világ létezik. Van egy terv, amelyben fel akarják számolni a katolikus egyházat. Ezt lehet pszichológiai ellenségképnek minősíteni, majd 100 év múlva kiderül. Ne legyünk naívak. Nagyon is aktuális, hogy Szent János szellemében a húsvéti tényeket, a húsvéti örömet szembesítsük a gonoszság roppant méretű terveivel. Nagyon sokat mond az első megállapítás, amit ma olvastunk, az Úr napján elragadtatásba estem. A század végén kapja a nevét a vasárnap, mert eddig csak a zsidósan a hét első napja volt. Most azt mondja, hogy a Kűriosznak, a föltámadt Krisztusnak a napján elragadtatásba estem. Ez azt jelenti, hogy egy őskeresztény elszórakozott a misén. János, ahogy misézik, nem tud nem gondolni arra, hogy üldözik a testvéreit. Hogy mi lesz itt? Hogy az Úr nem jött el az ég felhőin. Hogy már Róma kertjében égtek a keresztények. És kiáltották, Kyrie eleison, Christe eleison. És nem nyílt meg az ég, és nem jött el Krisztus. Elragadtatásba estem, mondja. Van rendkívüli elragadtatás, és van rendes vasárnapi elragadtatás. Amikor engedem, hogy elragadjon engem Krisztus, megragadjon engem, erre való a vasárnap, testvér. Nem dolgozhatsz. Le kell tenni mindent, és a mise is kevés. És nézni kell ezt a lassan tavazodó kozmoszt, megélni azt, hogy sok szenvedés várhat ránk, de elragadtatva lenni Krisztustól, elővenni a Szentírást, mint teszik evangélikus és református testvéreink délután. És Jézus Krisztus személye által, a bárány által, akit megöltek, de örökkön örökké él, elragadtatva lenni. Most a véres üldözéssel kell szembesíteni húsvét hitét, és mindazzal szembesíteni, amíg ránk várhat az öregség, a betegség, a halál, az ellenségeskedés, a magány, a kisebbségben levés. Ha engeded, hogy elragadjon téged Jézus, akit magadhoz veszel pár perc múlva, akkor megkérdezheted magadtól, hogy hát kinek hiszek én? Kicsoda ez a Jézus? És akkor csak egyet lehet rá válaszolni. Az Isten fia, aki emberré lett. A mi életünk, testvérek, sötétségből jött, és sötétbe tart Jézus nélkül.
Alig emlékszünk vissza 2 éves korunkra, és előtte emlékek. És a fogantatás előtt nem voltunk. Mi nem voltunk. Sötétből, a nem létezésből jöttünk. Fölíveltünk egy gyönyörű emberi élet, világosság, értés, szeretet, célok, majd hanyatlunk, és visszamegyünk az örök sötétségbe. Jó odafigyelni, hogy ami húsvétkor történt a názareti Jézussal, hogy dicsőségesen feltámadt, az benne, mindig benne volt. Ő nem a sötétségből jött. Hányszor elmondja, én tőle jöttem ki. Ti alulról vagytok, én felülről vagyok. Én és az Atya egy vagyunk. Az Atya sohasem hagy el engem. Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. És az utolsó vacsorán, Atyám, add, hogy abban a dicsőségben részem legyen, tudnilik a testemnek is, amelyben részem volt a világ teremtés előtt, amikor még semmi sem volt, csak Isten. A Szent Háromság világa. Jézus a világosságból jön, ahol élet van és nincs halál. Ezért mondja egy nap, én vagyok az élet, én vagyok a világosság. Lejön itt a halál sötét völgyébe élőkhöz, vállalja mi halálunkat, de életébe is hányszor mondja, mikor tudja, hogy kivégzik, azt mondja, az Atyához megyek. Az bűn, amit csinálnak a kivégzőim, a szentségtelen dolog. Nem a kivégző osztag váltott meg minket, ők bűnt követtek el, vigyázzunk. Ő azonban imádkozott a bűnösökért, ez a megváltás, és neki mi a halál? Az Atyához megyek. Az utolsó szava, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, zsidós kifejezés, nem a lelkét, a testét is. Önmagamat ajánlom neked. És erre jön a válasz, hogy föltámasztja a halálból. Tehát Jézusba benne élt a föltámadás. Az, hogy ő a világosságból jött a sötétbe, és a világossághoz megy. És most is, miközben a földön beszél az apostolokra, azt mondja, hogy én az Atyától jöttem, senki sem jöhet le az égből, csak aki az égbe, nem mert föl, csak aki lejött az égből, aki most is ott van. Testvérek, egy őrült, aki beképzeli magát Istennek, az nem tud így beszélni. Az kiesik a szerepéből. Jézus a nagy katolikus egyházi zsinatok dogmái szerint beszél. Pontosabban a fordítottja igaz. A katolikus egyház döbbent rá, hogy Jézusban van egy abszolút koherencia, egy abszolút belső logika, egy félmondata nincs, amely ne ebből jönne, hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Tehát ő már a földi életében is hordozta az életet, a föltámadást. Nincs ellentétbe a föltámadás azzal, amit a földön élt. Most igazolva látják az apostolok minden szavát, és ezért leborulnak előtte, és imádják őt. Mert most nyernek szavai teljes bizonyosságot, hogy tőle jöttem ki, elhagyom a világot, és most visszatérek az Atyához. Amen.